A mai meditáció célja az, hogy megerősítsük a női önbizalmunkat, és napról napra kiegyensúlyozottabbnak, boldogabbnak és nőiesebbnek érezzük magunkat. Arra kérlek, hogy keress a lakásban egy nyugodt helyet, egy ágyat vagy egy kanapét, ahol kényelmesen elnyújtózhatsz. Helyezkedj el, tégy a fejed alá párnát, és hunyd be a szemeidet. Ha jól esik, takarózz be egy puha pléddel. Majd arra kérlek, hogy védj az órodon át egy jó mély lélegzetet, majd a szádon fújd ki a levegőt. Még egy jó nagy levegő, majd fújd ki. Mintha egy zöldellő erdő hűs levegőjét szívnád magadba, és lassan kifújod a szádon át. Talán már érzed is, hogy milyen kellemesen ellazít ez a pihenés, hogy mennyire jól érzed magad. Majd arra kérlek, hogy kezdj el nyugodtan a saját tempódban lélegezni, ahogy az számodra kényelmes. A tested egyre könnyedebb, a szívverésed békés, a lelked megpihen. Kizárod a külvilág zajait, csak befelé önmagadra figyelsz. Érzed, ahogy a végtagjaid ellazulnak, elengedik a feszültséget. Elernyednek az izmaid, megpihen most minden testrészed. Minden légvétellel szeretetet és nyugalmat veszel magadhoz, és ez eljut minden sejtedhez. Kilélegezve pedig elengedsz most minden fájdalmat, minden zavaró gondolatot és érzést. Érzed, ahogy a lelked egyre nyugodtabb, a béke pihentető érzése átjárja minden sejtedet. Mélyen, nyugodtan lélegzel továbbra is. Csak önmagadra figyelsz. Csak te vagy a fontos. Tudatod is nyugodt, békés. És ahogy jó mélyen lélegzel, rövidesen a lelki szemeid előtt egy fehér ajtó jelenik meg. A kilincse aranyfényű, csillogó, hívogató érzésed támad, mintha valaki vagy valami várna rád oda át. Lassan felülsz, felkelsz, és oda sétálsz az ajtóhoz. Megérinted a kilincset, hűvös érzés. A hideg fém a tenyeredbe simul, ahogy lenyomult. Az ajtó kitárul, de mögötte olyan fényes fehérség ragyog,
hogy szinte hunyorognod kell, amikor belépsz rajta. Egy fehér szobában találod magad. Körbenézel, és minden hófehér. A falak, a kanapé a szoba közepén, a kis asztal, és a rajta lévő váza csak úgy, mint a benne nyíló liliomok, amelyeknek ezüstfehér szára és levelei vannak. A helység egyik felében egy fehér fésülködő asztal áll, a közepén jókora ovális tükör. Oda sétálsz, és leülsz elé a fehér bőrszékre. Végignézel az asztalon, a fehér gyöngyházfényű dobozkákon, a fehér angyalszobron, és a tejfehér parfümös üvegeken. A kezedbe fogod, és magadra fújod az egyiket. Közben lehúnyod a szemed. Virágillatú permet borítja be a bőrödet. Az orrodban érzed a vadvirágok, és az eső semmihez sem fogható illatát. Ahogy kinyitod a szemed, már jó kedved van. Majd a tükör felé fordulsz és belenézel. Vajon mi az első gondolatod? Mi jut eszedbe, amikor magadra nézel? Arra kérlek, hogy jellemezd magad, és mondd el, hogy milyennek látnád önmagadat kívülállóként. Vajon egy magabiztos nőt látsz? Mennyire lehet érzelmileg stabil? Vajon mennyire függ mások véleményétől? Mer igazán önmaga lenni? Vagy még mindig meg akar felelni a szüleinek? Milyennek látod? Vonzó? Csinos, szép. Egyáltalán mit jelent szépnek lenni? Elégedett önmagával? Mi az, amit szeret magán? És mi az, amit kevésbé? Talán elgondolkozol, ahogy ezeken a dolgokon töprengsz, bevillannak emlékképek, beszédfoszlányok, és emlékezni kezdesz, hogy ki hogyan vélekedett rólad korábban. Eszedbe jut, hogy ki az, aki elhitette veled, hogy nem vagy elég vonzó, hogy ki volt az, aki elhitette, hogy nem vagy elég okos, hogy nem vagy elég jó, vagy nem vagy elég csinos, talpra esett. Emlékek sokasága tárul fel előtted. Rég eltemetett sérelmek ezek, amiket talán a szőnyeg alá söpörtél, mert azt érezted, hogy ennyi elég. Ami már elmúlt, nem bánthat téged. De ez mindig is ott volt a lelked mélyén. És ezek az érzések irányítottak téged.
de most újra hallod, ahogy csúfoltak az óviban, hogy milyen megjegyzéseket tettek rád az iskolában, hogy miként minősítettek a tanárok, vagy később hogyan kritizáltak az ellenségeid, a szüleid, mivel bántottak meg pont azok, akiket a legjobban szeretsz. És talán sóhajtozol, de hirtelen fényességet érzékelsz magad mögött. Csillogó fényesség ez. És egyszeriben cukorka illat tölti meg a teret, és hűvös éjszakai levegő. Talán tudod is, hogy miért érzed mindezt. Ismerős. Az őrangyalod jelenik meg mögötted. Fényes szárnyaival beborít téged. Csengő-bongó hangját a fejedben hallod. Csak az számít, amilyennek te a kezdeteknél kiválasztottad e földi utathoz a halandó tested, amelyben most élsz. Emlékezz vissza, hogy milyen boldog és lelkes voltál akkor, milyen szépnek láttad magad. Emlékezz, hogy milyen tökéletes és egyedi vagy. Akkor nem akartál más lenni, nem számított más véleménye. Tudtad, hogy a Teremtő tökéletes gyermeke vagy, aki egyedi és megismételhetetlen. Miközben beszél hozzád, hirtelen észreveszed, hogy a tükörképed kezd átalakulni. Meglátod azt a ragyogó, gyöngyházbőrű, csillogó tekintetű, mosolygós fénylényt. Pontosan tudod, hogy a tiszta önvalódat látod, amely lassan testet ölt, azt a földi ruhát veszi magára, amelyben most élsz. Ám a tükörképednek más a kisugárzása, mint neked. Nézd meg őt, milyen egyenesen ül, a szeme ragyog, a mosolya elképesztően vonzó. Lenyűgözve nézed a szépségét, az egyediségét. Ilyen lennék, kérdezed bizonytalanul. Mindig is ilyen voltál, súgja az őrangyalod a fületbe. Csak talán nem engedted, hogy ezt lásd magadban. Meglepetten nézed magad. Egy gyönyörű, ragyogó nőt látsz, akiről talán le sem tudod venni a szemet. Talán mindenkinél jobban vonz, mindenkinél jobban tetszik neked. Ilyen vagy valójában, mondja az angyalod. Akkor miért nem ilyennek látom magam máskor? Kérdezed némán. Mert mindig másra vágysz. Kritizálsz, ahelyett, hogy szeretnéd önmagad, hogy törődnél magaddal. De hát én törődöm magammal, gondolod. Biztos ez? Elbizonytalanodsz. Talán eszedbe jut, hogy hányszor nincs kedved elmenni sportolni, vagy készíteni magadnak egy nagy tál finom salátát.
Hányszor sajnálod magadra a pénzt, az időt és az energiát? Hányszor vonod meg magadtól a jó dolgokat? Hányszor helyezed magad mások mögé? Ahogy ezeket végig gondolod, megérted, hogy semmi sem lehet sok vagy kényelmetlen, ha rólad és a közérzetedről van szó. Akkor fogod jól érezni magad, ha mindent megteszel azért, hogy szépnek és jónak lásd magad. Ha ápolod a tested és a lelked a legjobb tudásod szerint, az angyalod bólint, a tükörben pedig látod magad. Látod, ahogy fésülködsz, ahogy ápoló olajokkal kened be a tincseidet, ahogy krémet kensz az arcodra, szép ruhákat húzol magadra, és elégedetten nézel a testeden végig. Látod, ahogy az erdőben sétálsz, sportolsz, egészséges ételeket eszel, és úgy is főzöl. Látod, hogy mind változik meg a kisugárzásod, amint szeretettel fordulsz magad felé, és mind változik meg ettől az egész közérzeted. Látod, hogy milyen mindig magabiztosnak lenni. Látod, hogy egyre sikeresebb, és egyre vonzóbb vagy. És talán egész másképp érzed így magad. Az angyalod is elégedett. Nem mondja, de érzed, hogy ezt kellett látnod. Most azonban a szárnyaival betakar téged, és emelkedni kezdtek. Könnyű vagy, akár a hajnali harmat. Eltelik egy kis idő, te érzed, hogy lassan földet értek. Amikor kinyitod a szemed, már egyedül vagy. Megperdülsz, de nem látod az angyalodat. Majd a magasból előtted lepereg egy fehér toll, és te elmosolyodsz. Tudod, hogy ő most is itt van veled, csak nem mutatja magát. Köszönöm, mondod halkan, mire a hajadat meglebbenti a szél. Ismét elmosolyodsz, tudod, hogy ő az, nem a szellő. Így adja tudtodra, hogy veled van mindig, jól gondolod. Körbenézel, és egy csodás hársfaligetben találod magad. A talpad alatt sejmes, zöld pázsit. A fák között színes lampionok, ameddig csak a szem ellát. Aztán meglátod a többieket is. Sok-sok nő van itt. Mind különbözőek. Más bőrszínűek. Magasak, alacsonyabbak. Karcsúak, teltebbek. Rövid és hosszú hajúak. Mindannyian ugyanolyan fehér, fátyolszerű ruhát viselnek, amilyet te is. A fejükön virágkoszorú, amelynek épp olyan illata van, mint annak a parfümnek a fésülködő asztal előtt.
tudod, hogy miért vagytok itt mindannyian. Mindenki azért érkezett, hogy megerősödjön női mi voltában. Valahonnan zene szó csendül fel, kelt a dallamos népzene, táncra hívó, és a nők egymás kezét megfogva táncra perdülnek. Mindannyian mezítláb vannak, fátyolszerű ruhájuk finoman leng körülöttük, akár a virágszirom. Közébük állsz, táncolsz, szaladsz, kacagsz. Könnyű vagy, gyönyörű vagy, akár egy tündér. Mindenki mosolyog, mindenki boldog. A pozitív energia csak úgy pezseg a levegőben. A tánc egyre gyorsul, egyre ütemesebb. Majd egyetlen hangos ütemmel véget ér. A kipirult arcú nők felnevetnek. A női energia kézzel fogható. Most azonban valami más következik. Lassan sötétedni kezd az erdő, a fűből pedig Szent János bogarak reppennek fel. Körbevesznek titeket, akik ismét egymás kezét fogva álltok körben a tisztáson. Mint megannyi világító tündér, úgy festetek, ott a virágos koszorúban, a fénylő Szent János bogarak között. A tisztás közepén egy fehér fénycsóva jelenik meg, amelynek fényei egyre terjednek, akár a fák gyökerei. A fény lassan eléri a mesztelen talpakat. Melegséget érzel a lábad alatt, energiát, amely feltölt, nem csak téged, a többieket is. A fák közül mélyről zengő dobütem hallatszik. Mögötte ősi zene, ősi dallam szól. Bár nem mondja senki, pontosan tudod, hogy ez földanya hangja, az ő szívdobbanása. Az ő dala, az ő energiája az, ami feltölt. Az ő szépsége, az ő kisugárzása, az ő bátorsága árad most belőle feléd, és a többi nő felé, hogy erőt adjon, hitet és reményt. Együttemre dobban a szívetek, érzed, hogy semmihez sem fogható erő az, amit kapsz, amivel a földanyához kapcsolódsz. Ő a természet, az anyaság, a termékenység, a teremtés maga. Ő fogadja be a testünket, amikor elmegyünk a földről. Érzed a belőle áradó ős erőt, az ősi tudást, a gyógyító erőt. Érezheted, ahogy megtanítja neked, hogy miként gyógyítsd meg a nőiességedet. Olyan ő, mint a legjobb édesanya,
gondoskodó, feltétel nélküli. Emlékképek villannak fel előttünk. Látjuk, amint születésünkkor földanya az áldását adta ránk, amikor testet öltöttünk az ő testén. Ő biztosította, hogy tapasztalatokat gyűjthessünk. Ő fogadott be, és táplált bennünket. Hálát érzel. Hálát ezért a csodáért. Magadban megköszönsz mindent, amit tőle kaptál, akár csak a többiek. A kimondott hálás szavak következtében a magasból ezüst por pereg. Úgy tűnik, mintha a holdfénye sugározna. Egyenesen rátok. Jól érzed? Ez az égi áldás, ami földanyától való, egy új energia, amit azért kaptok, hogy elkezdhessétek meggyógyítani a nőiességhez kapcsolódó érzéseiteket. Talán felkavaró, de egyben rendkívül misztikus pillanat ez. Olyan, mintha esne a hó, csak apró szemű, gyémántként csillogó fényű. Aztán meghalljátok földanya hangját is. Isten hozott itthon, gyermekeim. Nagyon boldog vagyok, hogy eljöttetek hozzám, hogy kapcsolódtatok velem, és felismertétek, hogy mire van valójában szükségetek. Szeretném, ha eztán mindannyian, minden nap tudatosítanátok magatokban, hogy egyediek és gyönyörűségesek vagytok, és olyan dolgokat tudtok adni a világnak, amire senki más nem képes. Szeretném, ha elhinnétek, hogy mindannyian egyedi csodák vagytok, igazi teremtők, akik képesek gyermeket szülni, akik képesek életet teremteni. Ez egy kiváltság, amit azért kaptatok odafentről, hogy tudjátok, ezzel a teremtő erővel minden álmotokat képesek vagytok valóra váltani. Mindegy, hogy hová születtetek, és mi vett eddig körbe benneteket. Ha akarjátok, most minden megváltozhat. De elsőként az a legfontosabb, hogy önmagatokat szeressétek és elfogadjátok. Aki szereti magát, az képes csak befogadni egy férfi szeretetét. Ha odafigyeltek magatokra, megkapjátok mások figyelmét. Látni és érezni fogjátok a semmihez sem fogható nőies kisugárzásotokat. Érezzétek, hogy kiváltságos dolog ma nőnek lenni. Ne feledjétek, hogy nőként ti vagytok a befogadók, ezért nyissátok meg a szíveteket, és engedjétek, hogy átjárja a szeretet. Veszel egy jó mély lélegzetet, és lassan kifújod a levegőt. A fény és a melegség érzése egyre nő,
beterít, beborít. Érzed, hogy minden egyes sejtet feltöltődik, az életerő és a szeretet átjár, mintha magad is fényből lennél. Lehet, hogy enyhe bizsergést érzel az alhasadban, a nőiességed bölcsőjét is átjárja a fény, a földanya energiája. Érzed az ölelését, ahogy elringat, mint anya a gyermekét, te pedig egyre magabiztosabbnak, erősebbnek és szerethetőbbnek érzed magad. Amikor újra kinyitod a szemed, már egyedül vagy, ám az újjászületett önvalódban. Boldog vagy és elégedett. Csinosnak, egyedinek, ízig-vérig nőnek érzed magad. Tudod, hogy különleges vagy és vonzó, és az érzés mámorító. A liget ugyanaz, de eltűnt mindenki. A lampionok és a fények is. Egy kis ösvényt látsz a fák között, és elindulsz rajta. Az út két oldalán fehér virágok nyílnak. A bokrok felett pillangók repkednek. A nap lemenőben van, aranyszínű fénye kékes-zöld színűre festi a környező fák leveleit. Már egy másik ruha van rajtad, fehér, könnyű, légies. Érzed a parfüm illatát, amely körbevesz. A bőröd édes illatával keveredve. Sietősen lépkedsz, mert sejted, hogy valaki vár az út végén. Az a személy, akire annyira vágysz. Akitől boldog vagy, akár az életedben, akár az álmaidban. Már szaladsz, ahogy meglátod őt. Egy kilátó előtt vár. Meglódul, és a karjába kap, amikor odaérsz. Az ölelése semmihez sem fogható. Itt biztonságban érzed magad. És minden sejtedben szétárad a boldogság. Mellette tényleg otthon vagy. Úgy érzed, hogy egyek vagytok. Érzed a rajongó szerelmét, a csodálatát, ahogy rád néz. Elmerülsz a tekintetében, az ölelésében, a csókjában. Mosolyogva bújsz hozzá, és érzed, végre a helyeden vagy, boldog vagy, a nőiességed teljében vagy, úgy, ahogy azelőtt talán sohasem, és büszke vagy magadra. Szépnek, gyönyörűnek, nőiesnek látod magad, és érzed, hogy mennyire elvarázsolja ez a férfit, akit szeretsz. Csak bújsz hozzá, és elmerülsz a szerelmében.
figyelmességében, az óvó ölelésében, ami csak neked jár, csak a tiéd. Lehúnyod a szemed, és elveszel a karjai között. Boldog, békés, és elégedett vagy. Érzed, mintha megemelkednél, mintha álmodnál, de jól érzed magad, és elégedett vagy önmagaddal. Veszel néhány mély lélegzetet, majd amikor újra érzékelni kezded a külvilágot, már tudni fogod, hogy otthon vagy, a saját ágyadban, a saját otthonodban. Talán mosolyra nyílik a szád, és mocorogni kezdesz. Szép lassan elkezded visszahozni a figyelmedet ide a szobába, és elkezded magad újra érezni a testedben. Kicsit megmozgatod a karjaidat, a lábaidat, ha jól esik, akkor a nyakadat, és majd kellemesen, kipihenten, mosolyogva ébredsz. Ha úgy érzed, hogy még pihenésre van szükséged, akkor tedd meg nyugodtan. De ha úgy érzed, hogy készen állsz rá, kinyithatod a szemed, megérkeztél.